Sziasztok! Egy vicces levéllel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani nektek, mármint hogy a vicces jelzőt csak azért használom, mert így első hallásra valószínűleg azt fogjátok gondolni, hogy ez nem egy fajsúlyos téma. Egy levélben azt írta meg valaki, hogy van egy kollégájuk, aki egyre inkább zavaró módon elpakol magának mindent, ami ingyen van. Tehát egy rendezvényen vették észre, hogy a kitett ételekből evett, amennyit tudott, és aztán elkezdte pakolgatni a táskájában még a kis pogácsát, meg ezt-azt, amit így el tudott tenni magának, és hogy úgy látják, hogy ez a fajta szokása, ez minden arra alkalmas helyzetben megnyilvánul. Tehát, hogy a bárhova elmennek, és ott tényleg még valamiből lehetne vinni, akkor ő nem egyet, hanem hármat, ötöt. Tehát, hogy így mindig beraktároz magának mindenből nagyon sokat, és hogy érzik azt, hogy gyakorlatilag nincs is erre szüksége, hogy ezt miért csinálja, hogy szóljanak, ne szóljanak, de hogy annyira zavaró ez a viselkedés. És eszembe jutott az, hogy mondta egyszer egy kliensem, aki ráadásul tényleg nagyon jó módú volt, ilyen nagyon luxus szállodákban szállt meg, ahol ki vannak téve ezek a gusztusos kis kozmetikumok, ugye a vendégek számára a sampon, a tusfürdő, a balzsam, a testápoló, a különböző kis fog- és hajápolási termékek, és hogy azokat ő mind így eltakarítja, onnan elraktározza, aztán utána ugye a takarító újra föltölti a készletet, és újra elteszi, tehát hogy óriási mennyiséget tud hazavinni így. És kérdeztem, hogy ezzel akarja megúszni, hogy akkor kelljen venni ilyen termékeket, tehát tusfürdőt, bármit, tehát konkrétan spórol ezzel a dologgal, és mondja, hogy nem, hát azért teszi el, hogyha majd így utazáshoz kellenek ilyen kis mennyiségek, akkor így legyen. És megkérdeztem, hogy hányszor vitt más hotelből származó kis termékeket az utazáshoz, és nem nagyon tudott ilyet felsorolni, viszont mivel mindig olyan helyekre megy, ahol szintén kitesznek ilyeneket, ezért inkább csak nő a készlet, amiből aztán időnként hát ki kell dobni egy-egy adagot, mert már lejárnak, lejár a szavatosságuk. És az ő esetében gondolkoztunk el ezen, hogy tulajdonképpen honnan jön ez a fajta késztetés, hiszen anyagilag sem szorul rá, ezek szerint praktikusan sem, hiszen nem is használja fel ezeket a dolgokat. Mire való ez a gyűjtögetés? Nem szeretnék szakmailag sokkal mélyebben belemenni a gyűjtögetésnek a pszichológiájába, vagy dinamikájában, mert ez egészen messzire is vezethetne, tehát nem szeretnék így a kényszeres spektrum felé elmozdulni, ez most tényleg csak egy könnyed videó. Inkább azt a részét emelném ki, ami szerintem jóval általánosabb, hogy nagyon sok ember szeretne jól járni, vagy úgy érezni, hogy ő jól járt egy adott helyzetben. És ez a fajta késztetése, hogy ő jól járjon, úgy jöjjön ki egy helyzetből, hogy valami plusszal, ez erősebb annál, mint a realitás érzéke. Tehát, hogy magyarul például szükségem van erre. Tehát annak az élménye, hogy itt valamit még elhoztam, még többet kaptam, még többet vittem belőle, mint mások, az lehet, hogy erősebb késztetés, mint hogy egyébként meg kell, vagy nem kell, és nincs el szükségem. Tehát ez a fajta járjak jól érzés, ez egy olyan, amit ugye kifejtettem az Irigység című könyvemben is, hogy nagyon sok esetben tényleg megnehezíti a helyzeteket, mert állandóan a másikkal hasonlítjuk össze magunkat, és csak ezt figyeljük, hogy ő hozzá képest én jobban jártam, és nem azt, hogy egyébként kell az az adott dolog. Tehát ez nagyon sokszor ebből is fakad, hogy én érezem azt, hogy innen mondjuk pogácsából még többet vittem el, mint amennyi a pocakomban elfér, tehát a többiek csak annyit tettek, de én ebből még sem egészen mondjuk kés este is, vagy holnap reggel is, és ez lehet, hogy egy jó érzéssel tölti el, egyébként nagy esélye valószínűleg kidobja, mert összeszikkad addig az a pogácsa, de az élmény ott volt, hogy én nekem több járt. És erről az jutott eszembe, hogy mennyire belénk diktálták ezt a fajta gondolkodást, hiszen nem nagyon sokan ismerik annak az élménynek a felszabadító részét, hogy milyen, amikor csak úgy ott hagysz valamit, mert nincs rá szükséged. Amikor nincs benned az a kényszer, hogy feltétlen használd ki a helyzetet, hanem azt tudod megnézni, hogy mi az, ami valójában kell. Alapvetően az ételek jutottak eszembe, ugye, hogy mindent tegyél meg, ami a tányérodon van. És én egyébként nagyon utálok ételt kidobni, tehát bennem is nagyon erős ez a késztetés, emiatt, hogy nehogy kidobásra kerüljön, és pont emiatt aztán ugye sokáig, mint gondolom sokan mások, többet ettem annál, mint amire szükségem volt.
És nagyon izgalmas dolog, nem csak az egészségünk és az esetleges diétánk szempontjából, hogy jól figyeljük a testünket, jól legyünk kapcsolatban saját magunkkal, mert akkor jobban fogjuk érezni, hogy mi az, ami már elég, és bár ott van még nagyon sok mosolygó kis falat a tányéron, de már nincs rá szükségem. Ez egy óriási szabadságélmény, hogy nem kényszerít engem az a dologot arra, hogy én olyat tegyek, amit valójában már nem annyira szeretnék megtenni. Tehát, hogy meg tudom fogalmazni, hogy mi az, ami már elég. És nem kell csak azért többet, mert éppen ott a lehetőség. Tehát, hogyha kiteszik a libamáját a, nem tudom, a céges partin, csak azért ne egyek belőle, nem tudom, 4 szeletet, mert egyébként drága, mert ritkán lehet hozzájutni, és aztán utána mindenféle problémákkal, bántalmakkal küzdök egész éjszaka, mert nehéz ételből ettem túl sokat, hanem hogy nézzem meg, hogy szeretem ezt, nagyon szívesen ennék belőle egy szeretet, és csak azért nem kell többet, mert most ott van ingyen. Szóval, hogy megnézni azt, hogy mennyi az elég, az szerintem egy óriási dolog, és ez ugyanúgy vonatkozhat a tusfürdőre is, mint az ételre, egy ajándékra, egy életlehetőségre, bármi másra, hogy ne a külső tényező, a kínálat döntse el azt, hogy mi bennem, mire van bennem kereslet. Ugye erre mondjuk azt, hogyha nagyon a külső tényező dönt, a kínálat, akkor külső kontrollos vagy, akkor tulajdonképpen nem te irányítod azt, hogy hogyan élsz, hanem a körülmények sodornak téged. Jó, vannak ebben természetesen ilyen még tolerálható mozgások, hogy az ember a magának készít otthon reggelit, általában azért kevesebbet szokott tenni, mint hogyha tényleg egy klassz szállodában ki van téve 50-féle dolog már elkészítve, és ugye nem kell vele bajlódnunk, akkor valószínűleg többet eszik az ember. De ott is nagyon fontos, hogy az ember ne halmokat hozzon, ne 5-10-szer annyit, csak azért, mert most falni kell, mert most ott a lehetőség. Tehát talán érthető, amit szeretnék ezzel az egésszel mondani, hogy tulajdonképpen annak az élménye, hogy mi az, ami már elég jó, mi az, ami már elég mennyiség, mi az, amivel már jól vagyok, az egy függetlenség, egy szabadság, mert azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ott van még több, de tudom, hogy nincs már rá szükségem. Lehet, hogy gyönyörű az a blues, de nekem van már elég. És így jutunk el addig, hogy a csábító külső ingerek, azok nem terelnek el attól, amire valójában vágyom, mert különben eljutok egy fölhalmozásig, egy ilyenfajta raktározási kényszerig, egy olyan fajta elveszett állapotig, amiben már nem én tudom, hogy mit akarok, hanem amit kínálnak, azt előbb-utóbb úgy érzem, hogy akarom. Tehát izgalmas ezen elgondolkozni egy kicsit így mélyebben is, és nem csak a vicces részét tekintve ennek a levélnek, vagy ennek az apropónak, hogy tényleg, ha van lehetőséged valamiből többet venni, vinni, akkor tudod-e azt mondani, hogy az már nem kell, mert tudom, hogy mennyi az, ami nekem már elég. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!